Kondorosi Szabolcsot köszöntöm a stúdióban az Országút Társulattól. Üdvözlöm, Szabolcs! Jó napot kívánok! Miről is szól tulajdonképpen az Országút Társulat? Mikor és hogyan fogalmazódott meg az ötlete a társulat megalapításának? Hát ez most már több mint 20 éve történt, úgyhogy 96 nyarán nekem jutott eszembe valahogy, hogy meg lehetne próbálni. Ez egy tulajdonképpen színjátszó társulat volt, most már azt kell mondom, hogy volt, és akkor elkezdtük ott az Országúti Ferences plébánián alakult ez meg, csatlakoztak többen lelkesen, és akkor ez a társaság nőtt, és alakult így, úgy, amúgy, és tulajdonképpen majdnem 20 éven át, nem 20 éven át nem, de közel 20 éven át játszottunk tulajdonképpen színdarabokat, elsősorban olyanokat, amiknek valamiféle értékről szólnak, nem feltétlenül mindegyik volt keresztény szerzőtől szóló darab, de hát... De leginkább ezeket az értékeket igen. A társulat. Milyen tagokból áll a társulat? Itt egy amatőr csapatról kell gondolkodnunk, vagy pedig vegyes a társulat? Hogy kell elképzelni? Hát úgy kell elképzelni, hogy éppen itt általában egyetemisták voltak, mert ugye ők voltak, akiknek ez az érdeklődését leginkább megragadta, ott is tudtunk toborozni, és hát aztán idővel egyre több lett köztünk a családos, ahogy telt az idő. Tehát sok tagunk volt, aki 10 évnél is tovább maradt, és ugye az életrendje azt hozta, hogy megházasodott, születtek a gyerekek, és tulajdonképpen ez egyfajta módon sajnos a végét is jelentett a társulatnak egy idő múlva. Tehát egyre többen megnősültek, vagy férjhez mentek, és a gyerekek miatt, meg másokból is természetesen elköltöztek ide-oda, egyre kevesebben lettünk. És valahogy elvesztettük a kapcsolatunkat már hát idősebbek lettünk, ugye? És nyilván voltak ilyen toborzások, amikor olyan visszajelzések jöttek, hogy hát ezek már öregek. Tehát, úgyhogy valahogy kiöregettünk, ez így történt. Ma is összejárunk egyébként, nem is tudom, hány gyerek született az ötödásban, már egy egész osztálynyi. És így társulatként ebben a formában sajnos nem működünk már. De valami más formában viszont igen. Igen, valami más formában. A társulatnak az életéből fakad ez a következő, hiszen az előadásaink mindig ingyenesek voltak. Ott a plébánynak volt hol itt, hol ott egy ilyen terme. Feketeses utcában például volt egy nagyon emlékezetes játszóhelyünk, ez be is volt teljesen rendezve ilyen színházi módon. És de azért kitettünk mindig egy ládát az előadás végén, mert voltak apró, nagyobb költségek, és akkor oda dobáltak elég szépen a nézők. És egy idő vagy már olyan pénz gyűlt össze, amit igazából nem éltünk föl, vagy nem, szóval nem magunk közt nem osztottunk ki, hanem hát félretettünk, és akkor jött egy ilyen gondolat, hogy ezzel valami jót kéne csinálni. És akkor az első jó az talán 5-6 éve volt, hogy akkor valami pályázatokat, valamivel tudjuk az embereket valami jó, tehát valami jót ki tudunk hozni, mert mi ennyit tudunk adni, de a pénzt valahogy tudjuk jóra forgatni. És akkor először ilyen pályázatokat írtunk ki, amik nem mindig volt egyforma sikeres, de mondjuk a sikeresebbek között ilyen visszaemlékezésgyűjtés volt az egyik. És akkor a 20. századra vonatkozóan, aztán később meg a hadifogságokra vonatkozóan voltak ilyen kiírt pályázatunk, és nagyon-nagyon sok visszaemlékezést küldtek az ember. Tehát az volt a pályázat célja, hogy küldjenek olyan írásokat, visszaemlékezéseket, amiknek ez a témája. Van. Tehát a háborús visszaemlékezések. És akkor ez egyfajta módon itt kezdődött ez a könyvkiadásos díj, mert más pályázatunk nem voltak mind annyira sikeresek, volt mindegy, szóval volt más jellegű is. Igen, tehát színjátszó társulatból így lett kiadó tulajdonképpen az Országút Társulat. És ezek a hadifogoly könyv, amiben 45 magyar hadifogolynak az emlékezése, sőt, hadifogságban írt naplója, ami még egész különleges, szovjet hadifogságban írt naplóról van szó, is küldtek be, tehát tudunk, nagyon szerintem kuriózum. Miért tartották fontosnak, hogy konkrétan ezekben a témákban írjanak ki pályázatot? Volt egy olyan pályázatunk, ami meg már tulajdonképpen ide vezet a mai találkozásunkhoz. Azért, mert a magyar történelemben nagyon sok, a 20. században elsősorban nagyon sok dráma rázta meg ezt az országot, amik részben
részben már azért úgy teret kaptak, részben még nem annyira, és ezek nagyon sok emberben és családban őriznek, és egyrészt sebeket, másrészt olyan dokumentumokat, amit nagyon szívesen megmutattak ezek szerint másoknak, és nagyon sokan pedig érdeklődtek a másoknak az emléke iránt, hiszen például a hadifogság az olyan téma, hogy szinte majdnem második családból vagy valakit elvittek hadifogolynak. Valakinek az édesapját vagy igen, bátyát. Igen, vagy az első világháborúban, vagy a másodikban, vagy nyugatra, vagy keletre. De ha szélesebben nézzük, akkor meg minden érintett. Nincs olyan család, akiben a 20. században vagy a háborúk, vagy a kitelepítések, vagy a emigrálás, vagy egy csomó számtalan tragédia ne érint, vagy 56 ne érintette volna. Most a következő projekt, igen, tulajdonképpen a Nagy konvertiták című sorozat, igen, hogy fogalmazhatok így. Pontosan kik voltak a konvertiták, ez nem pályázat, hanem könyv, kötetek kiadása, amiről igen, most beszélünk. Hát annyiban pályázat volt, hogy ez már le is zárult, ez egy elég gyors pályázat volt a szeptemberben, most szeptemberben, hogy ugye a konvertiták, ezt nyilván a legtöbben tudják a nézők közül, ők nagy megtérők voltak. Tulajdonképpen konvertiták voltak az elmúlt 2000 év során folyamatosan, de talán annyi a különbség a 20. század elejének, vagy 19. század végi nagy konvertitáik között, hogy egy korábbi konvertita végül is megtért az egyházba, bárhonnan is jött, és utána szépen elfoglalta a helyét, és egy csöndes dolgos tagja lett nyilván az egyháznak. A 20. század elejének nagy konvertitái igazából a szellem, a művészet, a gondolkodók közül került ki, és ezért, amikor ők megtértek, annak nem maradt az ő megtérésük négy fal között, hanem az ő egész művészetük is egyfajta kiáltás lett volna. Tehát nem is tudtak más tenni, hiszen az örömből, ami a megtérés jelentette számukra, egy nagy kiáltás fogalmazódott meg. Igen, tehát az ő gondolataik mentén a véráramba újra bekerült a hit, igen, a keresztény alapú gyökerek. És pont egy olyan társadalomban, bocsánat, amelyik már egyre inkább távolodott. Ugye sokféle izmus, ami a 19. században hát erősen erodálta az egyházat is. Ebben a látszólag ez volt akkor a menő, meg a trend, és ebben az ő kiáltásuk egy ilyen meglepő hang volt, egy megáll. De mégis befogadásra talált, és az, igen, egyik ilyen legnagyobb megtérő, vagy konvertita, ugye Chesterton, igen, akiről most egy picit fogunk beszélgetni. Igen. Miért fontos az ő alakját kiemelni a 20. században? Hát talán azért egyébként, ha valaki nem olvasott Chestertont, akkor nehezebb elmondani. Ha valaki olvasott Chestertont, akkor nem is kell nekem semmit mondanom. Chestertonnak a megtérése mondjuk talán egy ilyen hosszabb folyamat volt, nem minden pillanat szerint mondjuk Paul Claudelé, aki a franciáknak szerintem az egyik legnagyobb konvertitája. Neki elhúzódott 20 évig is, mire végül is az anglikán egyházba először, és aztán onnan katolikus egyházba megtért. Viszont egy olyan sodró szellemiségű és olyan elképesztő fantáziájú, brilliáns, hát nem is tudom, mit mondjak el, hogy ne vegyem a nézőkedvét, mert nekem mindig elmegy a kedvem, ha valakit túlicsérnek. Tehát egy olyan gondolkodó és író volt, aki tulajdonképpen ontotta magából a könyveket és a esszéket, novellákat is, amikre, és talán ez a legfontosabb, amikre nagyon sokan utólag a saját megtérésük egyik fontos elemeként hivatkoztak. Tehát nagyon sok a magyar irodalomban is, de külföldön is sok olyan szintén nagy, vagy komoly szellemi ember van, akinek ha az ember kikeres, vagy keresget ilyen visszaemlékezéseket, vagy hát egyfajta ilyen visszatérést a múltjához, akkor nagyon sokan hivatkoznak ő rá, mint a katolizálásuknak az egyik ki elindítójára. Igen. Aki olvasott Chestertont, az azt érezheti, hogy annyira humoros nyelven, de mégis közérthetően, és mégis valami, mindig valamilyen tudást átadva szólítja meg tulajdonképpen az olvasót, és ez az a fondorlat, vagy hát ez az a logika, ez az a gondolkodás az ő műveiben, ami nagyon átjön, és ami nagyon megragadó. Ugye krimi
sorozatai is vannak, igen. Erről is beszélünk egy pár szót, mert ezekkel is tulajdonképpen edukálni akart. Igen, igen, igen. Hát a Brown atya történetek talán a legközismertebbek szerintem, mert az már a 20-as években, tehát életének még az alig, hogy megírta szinte, tehát rögtön megjelentek a fordításai magyarul, és azóta is, és az Új Ember meg a Szent István Társulat is ezeket a 2000-es évektől kezdve újra kiadta, tehát ugye ez egy atya, aki nyomoz mindenféle ügyekben, és tulajdonképpen az ő hogy mondjam, katolikus hitéből és gondolkodásából fakadóan fejt meg rejtélyeket, és elég, hát ugyanez a brilliáns gondolkodás és szellemesség, ami az embert magával ragadja, tehát egyfelől szórakoztató, másfelől elgondolkodtató, tehát ez ezekben mindig benne van. A Brown atya viszont nem az első krimie, hanem az első krimiét korábban írta, mondjuk, hogy krimi. Ez az egyik könyv, amit szeretnénk mostanában majd talán magyarul is megjelentetni. Ez az a neve, hogy a Különös Mesterségek Klubja, ez egy novella fűzér voltak épp arról szól, hogy Londonban van egy klub, ahol olyan emberek léphetnek csak be, akik egy olyan mesterséget űznek, amit senki előtte a világon, tehát egyébként nem létező mesterség, viszont ebből meg tudnak élni. És mindegyik úgy néz ki, ahogy egy volt nyugalmazott bíró a főszereplő, tehát ahogy elé kerülnek ezek a történetek, hogy ezekben a borzalmas bűntények történnek, gyilkosságoktól kezdve mindenféle szörnyűség, és ahogy megyünk előre a cselekményben, mindig kiderült, hogy nem történt semmi, vagy nem az történt, ami első látásra mindenkinek evidens, hogy itt mi történt. Egyébként ez tipikus Chesterton, hogy mindig azzal megy szembe, amit általában dolgokról első látásra gondolunk. Tehát azt gondoljuk, hogy ez így van, vagy hogy ez az, és ő olyan nagyszerűen tud mindig emögé látni, és akkor az embernek ez nagyon erős hatás, nekem nagyon sok ilyen dolgban ő olyan hatást gyakorolt rám is annak idén, hogy azóta ezt a dolgot már nem úgy látom. Igen, segít a dolgokra teljesen más szemmel rálátni, és máshogy gondolkozni róla, tehát azt mondhatjuk, hogyha szeretnénk a nézők kedvét felkelteni egy picit Chesterton iránt, akkor ha szeretnének a múltról, a jelenről, a jövőről megtudni sok mindent, a társadalom szerkezetéről, hogy miért olyan, miért így élünk, ahogy most élünk. Ha erről szeretnének dolgokat megtudni, ha szeretnének közben jól szórakozni, mert hogy nagyon humoros is az író, de közben izgalmat is szeretnének átélni, például a krimi könyvek kapcsán, akkor ajánlhatjuk őt, ajánlhatjuk Chesterton személyét. Ugye azért beszélgetünk róla, mert hogy a Nagy Konvertiták sorozaton belül most akkor az Országút Társulat kiad hány kötetet? Két kötetet. Egyelőre kettőt. Hogyan lehet ezekhez hozzájutni? Hát ez legegyszerűbb úgy lenne hozzájutni, hogy most nem tudom, kinél van ilyen helyzetben toll ceruza, de a mi honlapunkon országutwebnode.hu, tehát ez egy tulajdonképpen mindenki által elérhető webnode, ez egy ilyen tárhely, és ott van nekünk egy honlapunk, de ha csak az Országút Társulat nevet beírja valaki, akkor szerintem úgy második, harmadik találatra meg kell találja. Ott részletesen le van írva voltaképp. A könyvekről is egy bemutató két könyv, egy eszégyűjtemény és ez az említett krimi, illetőleg ott van az e-mail cím, vagy honlap, vagy bármilyen kérdéssel hozzánk lehet fordulni. Most egy előjegyzés időszakot hirdettünk, hiszen egy kicsit bizonytalanok voltunk abban, mert a történelmi könyveink azok kellendőek voltak. A magyar társadalom a történelemre úgy látom nagyon-nagyon kiélezett és éhes. Abban, hogy még egy konvertita, vagy ilyen típusú dologra mi van, ezért ez némi kiadói bizonytalanság számunkra, ezért egy előjegyzési időszak van november 10-ig, tehát addig tulajdonképpen majdnem, hogy nyomdajáron adnánk, aki addig előjegyzi, hát utána nyilván egy picit sokat nem, mert ez nem arra való ez az egész könyvkiadás, hogy mi hasznot húzunk, csak hogy egy újabb kötetre megint legyen elegendő pénz, tehát vissza. Igen, forgatni. Tehát most november 10-ig felmérik az igényeket, így van. Az az egy előjegyzési időszak, és akkor utána is még hozzájuk lehet jutni, tehát a köteteket meg lehet vásárolni. Igen, hát annyiban érdemes előjegyezni, hogy mondjuk ha, tehát vannak ilyen nagy nyomdai példányszámok, tehát ha az ember azt eléri, azt lehet, hogy akkor lezárjuk, és akkor nem biztos, hogy érdemes kockáztatnunk már üzletileg, már vagy anyagilag ebben, tehát nálunk vannak azért még eladhatatlan példány a korábbi kötetekből, tehát nyilván szeretnénk annyit kinyomtatni, amennyire igény van.
ha valaki előjegyzi, akkor biztos, hogy hozzájut, az egész biztos. Ha nem jegyzi elő, akkor is valószínűleg még szerintem ebben az évben elérhető lesz a kötet. Gondorosi Szabolcs, köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.